Nálunk itt a Simflexnél ezeket a fényforrásokat három részre bontjuk. Egyenes fényforrásokra, ezek az úgynevezett neoncsövek általános nevén. A másik ugye a gázkísérléses lámpák, nátriumgő, szigangyő, stb. És ide tartoznak még az energiatakarékos fénycsövek. A győri partnercég vezetője arról beszél, mivel is foglalkoznak ezen az ipari parkban található telephelyen, főleg elektromos hulladékokat gyűjtenek, és éppen ezt könnyíti meg a JEKKO is. A holland mintára készült gyűjtőedény mindössze 37 cm magas, mégis sok minden fér bele. Elektromos készülékek, lámpák, izzók és elemek valók a JEKKO-ba, amely bárhol elhelyezhető. Kitalálói szerint idehaza tovább javíthatja az e-hulladékok szelektív gyűjtési morálját. 2005. januárjától végezzük mi a tevékenységünket, évről évre fokozatosan helyezzük ki ezeket a gyűjtő edényeinket, illetve a gyűjtőpontjaink számát növeljük. Van még ezen a területen is tennivaló, tehát a logisztikai hálózatunkat bővíteni szeretnénk, a gyűjtőpontjainkat szintén bővíteni szeretnénk. Hazánkban évente körülbelül 120 ezer tonna e-hulladék képződik, ebből mintegy 40 ezer tonnát gyűjtenek vissza. A feleslegessé vált elektromos szemétből 26 ezer tonna nyersanyagot pedig visszaforgatják az ipari termelésbe, mindeközben még jelentős energiát is megtakarítanak. A most bemutatott JEKKO-ból egyébként heteken belül minden győri középiskolába kerül majd, vagyis már az iskolások is könnyedén megtanulhatják, hogy az e-hulladék nem a kukába, hanem inkább ebbe a speciális gyűjtőedénybe való.